A stroke az egyik vezető oka a felnőttkori rokkantságnak és harmadik leggyakoribb haláloki tényező. Stroke akkor alakul ki, amikor valamely agyterület vérellátása olyan mértékben leromlik, ami az ott lévő sejtek egy részének pusztulásához vezet. Korai kezeléssel csökkenteni lehet az agykárosodását és a kialakuló életminőségromlás mértékét. Az idő a legfontosabb tényező, mondta el Ince Judit, osztályvezető főorvos. Mi azt várjuk, hogy a betegellátás színvonala azért emelkedni fog, meg talán időt spórolunk itt-ott, ha minden nagyon jól működik, és hogyha van még plusz egészségügyi dolgozó a sztrókkórteremben, aki azonnal mindent félretesz, és ez az első prioritás. Tehát, hogy itt minden azon múlik, hogy megfelelő döntést, és nagyon gyorsan meghozzuk. Minden körülményt figyelembe véve, a beteget is tájékoztatva, a hozzátartozót is, mérlegelve a rizikót, ami néha nem egy könnyű dolog, és meghozni azt a döntést, hogy legyen vérrögoldó kezelés, vagy nem. Ezek a feltételek, ezek bennünket nagyon sokat fognak segíteni abban, hogy megfelelő szintű ellátás legyen, meg hát, hogy azt is mondhatom, hogy országos vagy európai szintű körülményeket biztosítsunk a betegeknek, hiszen nem mindegy, hogy milyen környezetben vannak. A szakma specifikus őrzőhelyiség nem intenzív osztály, de nem is egy átlagos kórterem. Ez az ötágyas őrző öt monitort és egy központi monitorrendszert is magáinak tudhat majd. Természetesen komoly átépítésekre is szükség volt, mivel az épületrész 1975-ben épült. Ki kell alakítanunk a gázrendszert, az oxigénellátórendszert, a leszívórendszereket, a központi monitorrendszerét, és nyilván mivel ez az épület 1975-ben épült, ha jól tudom, sok mindent meg kell újítanunk, ráfér egy teljes felújítás az egész osztályra egyébként, de az őrzőre mindenképpen, és így polgármester úrral ugye nagyon jó a kapcsolatunk, nagyon személyes kapcsolatunk, és a Máté Szaka városa már többször is igazolta az összefogás erejét. Egy megbeszélés kapcsán, amit polgármester úrral folytattunk, fölvetettem ezt a gondolatot, hogy a városban dolgozó vállalkozók nem tudnak, nem szeretnének ehhez hozzájárulni, azonnal megragadta ezt a gondolatot, és rögtön az önkormányzat már támogatásáról biztosította ezt a programunkat, amelyhez csatlakoztak, ahogy hallottam ma már, a vállalkozók, hat helyi vállalkozó. Ez egy újabb példája annak, hogy hogyan is lehet a jó érdekében összefogni. A kórház természetesen mindent megtesz, ami a feladata, és így kiegészülve ezzel a támogatással, én abba bízom, hogy január végére, február elejére meg tudjuk valósítani ezt a programot, amit most még itt a mai napon a két ünnep között már elkezdtük a megvalósítást, készen vannak a tervek, készen vannak a szerződések, és remélem a jövő év elején már a súlyos stroke betegeket méltó körülmények között tudjuk fogadni. Csak az oxigénrendszer kiépítése 3,7 millió forintos beruházás volt. Hanusi Péter polgármester elmondta, a költségeket az önkormányzat egymagában nem tudta volna fedezni, ezért 6 nagyvállalat támogatását kérte. Máté Szalka büszke arra, hogy kórházuk azon kórházak közé tartozik, ahol adott a stroke betegek gyors és szakszerű ellátása. Ugye van ez az arany óra a sztrókusok esetében. Ugye ezt arra mondják a szakemberek, hogy az első óra, hogy ellátást kap-e, az létfontosságban. Most gondoljunk bele, hogyha ezt Nyíregyházán kellene megtenni, hogy mégis mennyi idő menne el. Tehát nekünk az a célunk, hogy ezzel is jelezzük mindenki számára azt, hogy Máté Szalkának és az itt élő embereknek nagyon fontos ellátási formáról beszélünk. A Máté Szalkai Kórház legutóbb közösségi összefogással 19 millió forintot gyűjtött össze, melyből egy új ultrahanggép beszerzését finanszírozták.